Ludas Matyi a furfangos libapásztor története elevenedett meg hétvégén a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ színpadán a gyerekek legnagyobb örömére. A Bombom Matiné előadása azért volt különleges, mert az egyes szereplők a hangszerek segítségével keltek életre. Csillogó gyerektekintetek keresztüzében mesélte a Bombom Matiné hétvégén a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. A formáció a tőle megszokott módon a zene nyelvén mutatta be az ismert mesét, Ludas Matyi történetét. Lukács Házi Győző felhívta a gyerekek figyelmét arra az öt hangszerre, amelyek a szereplőket jelenítették meg. A főhőst a klarinéttal, Döbrögit pedig a nagybőgővel lehetett azonosítani. Rombita mindig akkor jelenik meg, amikor jön a Döbrögi a katonáival, a pribékjeivel, tehát akkor az egy kicsit erőszakosabb hang. A fúvol az általában úgy szereti elsimítani a dolgokat, tehát ha egy általánosabb része van a történetnek, akkor a fúvola játsza a domináns szerepet. A hegedű meg hát egy mulatós a történet alapjában véve, mert a ludakat egy buliban, tehát gyakorlatilag egy vásár folyamán veszi el a Döbrögi, ahol mulatság van, ahol az emberek nyüzsögnek, kiabálnak, táncolnak, hát ott a hegedűnek óriási szerepe van. A formációnak ez az előadása is nagyon sikeres, már közel 30 alkalommal mutatták be. Az együttes tagjait most is ugyanaz a cél vezérelte. A fiatalok ismerjék meg a hangszerek csodálatos világát. Rengeteg mindent ad a zene. Ha valaki megtanul egy hangszeren játszani, vagy tanul egy hangszeren játszani, az egyik legnagyobb kincset kapja, ez a kincs pedig a sikerélmény. Az emberek legnagyobb része úgy nő föl, és úgy éli az életét, hogy nincs sikerélménye. Egy főnök nem dicséri meg, egy családban nem kap dicséretet, és így tovább. Azzal, ha én hangszert tanulok, akkor előbb-utóbb dicséretet kapok. Eleve van egy önbecslésem, hogy én egy hangszeren tudok játszani. Ha ügyes vagyok, megtapsolnak. A gyerekek a zenei élmények mellett a háttérben illusztrációkat is nézhettek. A cselekményt Maróti Réka, rajzművész, digitális táblán rajzolta le.